Egy legenda szerint valamikor az első században, közvetlenül Jézus halála után egy menekültekkel teli csónak érkezett a Szentföldről Gallia déli partjaihoz, a mai Franciaországba. A történet szerint az utazók között voltak Jézus leghűségesebb követői, Lázár, akit Jézus feltámasztott halottaiból, és egy bűnbánó prostituált, Mária Magdolna. Mit szólnának, ha azt állítanánk, hogy itt még korán sincs vége a történetnek? Mert vannak, akik úgy vélik, hogy Mária Magdolna nem egy bűnbánó paráznanő volt, hanem Jézus felesége. Gyermeket is szült neki. A vérvonalat tehát volt kinek tovább vinnie. Az igazságot az egyház elkendőzte, de egy titkos társaság révén, amelynek leghíresebb tagja Leonardo da Vinci volt, mégis fennmaradt. Leonardo ezt az igazságot néhány híres festményén kódolva jelenítette meg. A Da Vinci kód megfejtése. Utunk innen Dél-Franciaországból, Anglián és Olaszországon át Jeruzsálembe vezetett. Úgy találtuk, hogy a könyv egyes állításai egyáltalán nem állják meg a helyüket, illetve bizonyos feltételezések már korábban is ismertek voltak. Jézus, Mária Magdolna és Leonardo da Vinci története azonban meglepő igazságokat is tartogat. Jézus és Mária Magdolna feltehetően itt, a Genezáreti tónál találkoztak, ahol a Biblia szerint Jézus sok időt töltött igehirdetéssel. A történészek többsége úgy véli, hogy Mária egy Magdala vagy Migdál nevű, később teljesen elpusztult városban született. Valaha egy tiszteletére szentelt templom is állt itt. E sivár helyen semmi sem utal arra, hogy Jézus felesége vérvonalának továbbvivője lett volna, ahogyan a Da Vinci kód állítja. Eleinte kételkedtem az egészben. A regény megírását megelőző adatgyűjtés során még azt hittem, hogy a Mária Magdolnával és a Szent Vérrel kapcsolatos feltételezések jó részét megcáfolom. De ma már hiszek bennük. Mária Magdolnát évszázadokon át ledérnőként ábrázolták. Hosszú haja a jelképévé vált, hiúságának szimbólumává, amely a legendák szerint bűnbe sodorta. Dan Brown szerint ez a beállítás hamis. Sehol sem írja a Biblia, hogy Mária Magdolna parázna volt. Az egyház azonban nem tett semmit a hamis kép ellen, hogy elkendőzhesse Jézussal való kapcsolatát. Gondolja, hogy nem csupán az elszigetelésére tette kísérletet, de megpróbálták a tisztességét is megkérdőjelezni? Szerintem igen. Elképzelhető, hogy Jézus kapcsolatát Mária Magdolnával elkendőzték, és Magdolnát úgy ábrázolták, mint valami... Mint egy bukott nőt. Egyszerűen azért, hogy megmagyarázható legyen a jelenléte. Eszerint Jézus nem szerelmes volt belé, hanem megpróbálta segíteni. Dan Brown regényíró, nem vallásszakértő, de ami az első állítását illeti, miszerint Mária Magdolna nem volt prostituált, az helytálló. A mai közhiedelem szerint Mária Magdolna prostituált volt. Igen, de ez a közhiedelem egyszerűen hamis. Semmiféle tény nem áll a magát régóta tartó vélekedés mögött, miszerint Mária Magdolna egy rossz hírű parázna nő lett volna. Hogyan lehetséges, csak nem 2000 éven át könnyűvérű nőnek beállítani Mária Magdolnát, ha erre semmilyen bizonyíték nincs?
Egy nő, aki férfiak társaságában utazgat, ugyan mi más lehetne? Egyszerű prostituált, bizonyos értelemben több férfié. Ez a fajta hírnév része lehetett az emberek között egyre terjengő híreszteléseknek. Pégasz szerint mások is lehetséges. Az Új Testamentum evangéliumai Mária Magdolnát olyan személyként ábrázolják, mint akit megszálltak az ördögök, és akit Jézus meggyógyított. Az sem szerencsés, hogy Mária Magdolna egy olyan parázna nőről szóló rész után jelenik meg, akinek Jézus megbocsátotta bűneit. Bemutatása azonban egyértelművé teszi, ő nem az előző részben szereplő nő. Az a tény tehát, hogy démonok szállták meg, nem jelenti egyúttal azt is, hogy váltogatta volna szexuális partnereit. Tudnunk kell, hogy mit jelentettek akkoriban a démonok. Nem szkifi lényekről van szó. Akkor mik voltak? Főként rosszul létet, betegséget szimbolizáltak, akkoriban fejletlen volt az orvoslás és annak eszközei. Sok mindent a démonok a gonosz szellemek számlájára írtak. A démonok kiűzése tulajdonképpen azt jelentette, hogy jobban lett. Jobban lett, igen. 591-ben azonban első nagy Gergely, az akkori pápa, húsvéti szentbeszédében kijelentette, hogy Mária Magdolna és a névtelen parázna egy és ugyanaz a személy. A 6. század előtt nem találtunk egyértelmű kapcsolatot Magdolna és a bűn, vagy Magdolna és a prostituált között. A válaszvonal Gergely beszéde. Ez bizony szerencsétlen körülmény. A Vatikán később visszavonta ezt a megbélyegzést, de csak 1969-ben, 1378 évvel később. Számomra és sok ember számára megdöbbentő, hogy ilyen sokáig, 1000 évnél jóval tovább tartotta magát a hit, hogy Mária Magdolna prostituált volt, anélkül, hogy szikrányi bizonyíték lett volna erre. Az általunk megkérdezett tudósok szerint az egészben az a legigazságtalanabb, hogy mindez elterelte a figyelmet arról a nagyon fontos dologról, amit viszont a Biblia elmond Mária Magdolnáról. Mária Magdolna az egyház történetének legnagyobb szentjei közé tartozik. Az Új Testamentum evangéliumaiban az ő nevével találkozhatunk leggyakrabban a Jézust követő asszonyok között. A Biblia szerint ő volt a keresztlábánál Jézus halálakor. És Jézus anyja, még a férfi tanítványok többsége elrejtőzött. Barátai, a tanítványai közül Mária Magdolna állt hozzá a legközelebb. Meg Brian atya elmondta, hogy szerinte Mária Magdolna Jézus egyik apostola, esetleg főapostola lehetett volna, ha férfi lett volna. Amikor Jézus feltámadt halottaiból, az Új Testamentum három helyen is megemlíti, hogy Mária Magdolnának jelent meg először, aki tehát nem egyszerűen tanúja volt a feltámadásnak, hanem az első számú, megelőzve még Péter apostolt is. Teljes joggal lehetett volna hát apostol. Vajon ez egyben azt is jelenti, hogy Jézus felesége volna? A szünet után meglepő véleményeket ismerhetünk meg. Feltétlenül Jézus közeli követője, ha abból indulunk ki, hogy tanítványból vált követővé. Mégsem felesége Jézusnak, nem is családtag, mert sehol sem nevezik annak. Megkérdeztük az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciáját, mi a véleményük Jézus esetleges házasságáról. Válaszként elmondták, hogy hivatalos álláspont a témában nem létezik, de az egyház véleménye az, hogy nem volt nős, mert ez nem szerepel az evangéliumokban. Igaz, hogy a Bibliában nem szerepel, hogy Jézus házas volt, de az sem, hogy nőtlen lett volna. Sok történészt megkérdeztünk ennek lehetőségéről, és nagyon sokféle véleményt kaptunk. Szerintem teljesen életszerű gondolat, hogy Jézus nős lehetett. Ez természetes gyakorlat volt a zsidó férfiak körében, ahogy az is, hogy nem beszéltek arról, hogy volt feleségük.
Egy rabbi esetében szokatlan lett volna, ha nincs felesége, de a rendelkezésre álló bizonyítékok számomra mégis az ellenkezőit bizonyítják, azt, hogy cölibátust gyakorolt. Van bármilyen tény bárhol a Bibliában, ami arra vezet rá bennünket, vagy azt mutatja, hogy Jézus esetleg nős volt? Nincs. Az ellenkezője? Semmi ilyesmi. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy lehetetlen, hogy nős lett volna. Elképzelhető, hogy házas ember volt? Igen. Ez nem veszélyeztette volna isteni mi voltát? Szerintem nem. Amennyiben a házas felek közötti szexuális meghittséget nem tartja bűnös vagy erkölcstelen dolognak, akkor a kérdésére a válasz nem. Jézus akár nős is lehetett, mert az sem járt volna semmiféle kompromisszummal számára. Ugyanúgy lehetett volna az Isten fia. Igen, és az egyház beléje vetett történelmi hite sem csorbult volna. Igazi istenség és igazi ember. Jézus nagyon sok mélyen emberi dolgot cselekszik, de isteni mi volta ezzel nem kisebbedik. Ha kiderülne róla, hogy mégis nős volt, az sem feltétlenül venne el isteni mi voltából. Ennek ellenére sem Dr. Bock, sem McBrien atya nem hiszi, hogy Jézus nős lett volna. Szerintük a legmeggyőzőbb bizonyíték erre a Bibliában található. A legkorábbi ismert írások egyike Pál apostolé, akinek nem volt szokása a dolgok takargatása. Egy helyütt felteszi a kérdést, hogy van-e joga, hogy felesége legyen. Dr. Bock Pál apostol korintusiakhoz írott első leveléről beszél. Pál mintegy siránkozik, mintegy panaszkodik arról, hogy házasodni akart. A regény írója, Dan Brown, mégis azt állítja, hogy a bizonyíték arra, hogy Jézus nős volt, és felesége Mária Magdolna volt, még erősebb. Hol talált olyan információt az adatgyűjtés során, ami arra engedett következtetni, hogy Jézus felesége volt? Abban a korban, ha egy fiatal zsidó férfi nem lett volna nős, az említést érdemelt volna. Ez gyakorlatilag bűn volt. Mégsem látjuk, hogy valahol említenék. A judaizmusban egy férfi nem lehetett nőtlen az első században. A házasság volt az elfogadott, még csak szavuk sem volt a nyelvükben az aglegényre. Margaret Starbird sok olyan könyvet írt, amelyekre Dan Brown támaszkodott a Da Vinci kód megírásakor. Starbird azonban nem biblia szakértő, és nem is teológus. Az apára hárult a kötelezettség, hogy mennyasszonyt találjon a fiának, mielőtt az betöltötte volna a 20. életévét. Ezért a zsidó férfiak között szinte példátlan volt, ha valaki nem házasodott meg. A kérdés azonban nem olyan világos, amilyennek Starbird és Brown mondja. Bár egy nőtlen zsidó férfi talán szokatlan jelenség volt, de nem példanélküli. Ezekben a Jeruzsálem melletti sivatagban lévő barlangokban talált úgynevezett holttengeri tekercsekből ez teljesen világosan kitetszik. Fiatal zsidó férfiak egész közössége élt itt, életüket Istennek szentelve. A tekercsek értelmében egytől egyig nőtlenek voltak és cölibátusban éltek. Margaret Starbird azonban mégiscsak mutatott nekünk valamit, ami igazán érdekesnek bizonyult. János evangéliuma szerint Mária a kertben a sírbolton kívül állva sír, amikor hirtelen megjelenik neki a feltámadt Jézus. Mária szól hozzá, mire Jézus azt mondja neki, ne tartóztass engem. Valószínűleg azért, mert még mindig élet és halál közötti állapotban volt. Mária Magdolna át akarta ölelni, mire azt válaszolta, ne tartóztass engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz. Más szavakkal egy új létformába lépett át. Ezt a jelenetet a nagy nyugati festők Nolime Tangere, Ne érincs címen újra és újra megfestették. Az evangéliumok legősibb, görög nyelven írt változatai azonban valami más kifejezést használnak. Görögül ugyanez így szól, ne simulj hozzám, amiért sokkal bensőségesebb szó, azaz valójában át akarja ölelni Jézust, aki így válaszol, ne simulj hozzám. Egy ilyen ölelés szokatlan lett volna, ha nem egy férfi és egy nő, férj és feleség között zajlik le? Hogyne, hiszen egy nő számára tabu volt megérinteni egy olyan férfit, aki nem a férje volt. Részben ezért volt olyan megrázó. Daryl Bock szerint azonban ez még nem jelenti azt, hogy Jézus és Mária férj és feleség lettek volna. Ez csak a ragaszkodásának az önkéntelen megnyilvánulása volt, nem törődött azzal, hogy az emberek mit gondolnak arról, amit csinál.
Az általunk megkérdezett bibliakutatók többsége osztotta Bok nézetét. Találtunk azonban egyet, aki úgy vélekedik, hogy a kerti jelenet talán mégiscsak Mária Magdolna és Jézus intim viszonyára utal. Nem, csak megbökni akart az ujjával, hogy jé, ez valóban te vagy. Meg akarta ölelni, amiben nincs semmi rossz. Ha most valaki bejönne és azt mondaná, hogy találtak bizonyítékot, megdönthetetlen bizonyítékot arra, hogy Jézus nős volt, kitalálja, hogy kit vett volna el? Szerintem gyorsan eljuthatnánk Mária Magdolnáig. Ha Jézus nős volt, akkor csak ő. Ő lehetett. Igen, csak is Mária Magdolnát vette volna el. Írva vagyon, hogy a halála előtti éjszakán Jézus a 12 legközelebbi tanítványával egy utolsó vacsorán vett részt Jeruzsálemben. Évszázadokkal később Leonardo da Vinci úgy festette meg ezt a jelenetet, ahogy előtte még senki. A halála előtti estén Krisztus elmondja tanítványainak, hogy valaki el fogja őt árulni. De vajon Leonardo valóban elrejtett egy évszázadokon át észrevétlenül maradt üzenetet a képen? A történelem során paráznának bélyegzett nőhöz, Mária Magdolnához fűződő viszonyról. Először 15 évvel ezelőtt hallottam Mária Magdolnáról és Leonardo da Vinciről. Egy napon a tanárunk azzal kezdte az óráját, hogy megmutatott nekünk egy diát az utolsó vacsoráról. Úgy éreztem, jól megértettem, de aztán rámutatott egy szerintem nagyon nyilvánvaló hiányra. A festményről hiányzik Krisztus pohara. Arról a serlegről, vagy pohárról, amelyet a Biblia szerint Jézus használt, régen állítják, hogy nem más, mint a Szent Grál, egy elveszett erekje, amelyet kivittek Jeruzsálemből és évszázadokon át Európában rejtegettek. Leonardo da Vinci valamilyen oknál fogva úgy döntött, hogy a kelyhet, amiből a tanítványok bort ittak, lehagyja a képről. Nincs sehol a pohár. Nincs ott a kehely. Ültünk mindnyájan az osztályban, és vakargattuk a fejünket. Ez tényleg furcsa. Ekkor a tanárunk azt mondta, lehet, hogy a Szent Grál mégis rajta van. Meggyőződése volt, hogy a Szent Grál rajta van Da Vinci az utolsó vacsora című festményén. Azt mondta, ha Jézus jobb oldalát nézitek, ott megtaláljátok a Szent Grált. Úgy hívják Mária Magdolna. Leonardo da Vinci Firenzében élt a 15. században. Az ellentmondásos megítélésű zsenik Botticelli, Michelangelo városában. Leonardo finoman kidolgozott képeiről és szokatlan ötleteiről volt híres. Miféle ember volt? Leírná, milyen lehetett a személyisége? Ezt igen nehéz megmondani. Magának való volt. Igen istentisztelő, kötelességtudó, intellektuális. Nem tudunk túl sokat az életéről, mert nem sok írásos anyag készült róla életében. Az a kevés, amit tudunk, az a jegyzeteiből származik, amelyeket 30 éves korában kezdett írni. Több ezer oldal, teleírva balkezes tükörírással. Tervrajzok, megfigyelések, leírások és számítások. A történészek szerint ezekben a jegyzetekben egyáltalán nem említi Mária Magdolnát. Azt is megtudtuk, hogy Leonardónak számos abban a korban szokatlan vélekedése volt. Meggyőződése volt 5 évszázaddal a repülőgép feltalálása előtt, hogy az ember tud repülni. Van egy Leonardóval kapcsolatos nagyszerű mondás. Olyan ember volt, aki mély szendergéséből felébredve azt látta, hogy a világ többi része még mindig alszik. Nagyon szép. Alkimista, matematikus, építész, feltaláló volt, olyan, aki századokkal megelőzte korát. Az volt a keresztje, hogy modern, gondolkodó emberként a mélyvallásos buzgalom korába született olyan időben, amikor a tudomány egyet jelentett az Isten tagadással. Gondolja, hogy olyan ember volt, aki információt rejt el a képein? Természetesen, hiszen olyan korban élt, amikor nem lehetett egyszerűen kiállni a sarokra és kikiáltani a véleményünket egy egyházi felfogással ellentétes gondolatról.
1495-ben Leonardo da Vinci elkezdte festeni az utolsó vacsorát a milánói Santa Maria delle Grazie templom falán. Lehetséges, hogy az az alak Jézus mellett egy nő? Dehogy is. Pedig úgy néz ki. Nem úgy néz ki. Miért nem? Mert egy fiatal férfira emlékeztet. Nem látok kebleket. A haja ugyan hosszú, de Krisztusé is. Jakabé is, a kinyújtott kezű alaké is. Balról a másodiknak is hosszú a haja. A többi alakot nézve az arcuk egyértelműen férfias, János azonban elég nőies. Az az igazság, hogy az utolsó vacsora legtöbb változatán úgy néz ki, nagyon-nagyon fiatal ember. Csak rá kell nézni a képre. Az alak egyértelműen egy. Miért van az, hogy olyan sok művészettörténész nem látja, mennyire bizarr és szokatlan? Azért, mert azt látjuk, amit látni tanítottak bennünket. Azt mondja, hogy a testhelyzetük is jelentőségteljes, hogy egy V-t formáznak. Úgy van. A festmények természetüknél fogva szimbolikus jelentőségűek. Ami a V-alak szerepeltetését illeti, az már jóval Leonardo da Vinci előtt a nőiség szimbóluma volt. Ez a szimbólum itt egy tulajdonképpeni méh, annak nagyon szigorú szimbolikus értelmében. Csak egy jeles művészettörténészt sikerült találnunk, aki már régóta úgy véli, hogy az alak egy nő, nem pedig férfi. Én már 1979-ben ezt mondtam. Ő volt a világ egyik vezető Leonardo szakértője. Ez az utolsó vacsora egy másolata. Predetti szerint Leonardónak az egyik legjobb tanítványának munkáit szemlélve belátható, hogy az alak egy nő. Közvetlenül alatta a János apostolról készített portré. Egy női portré látható. A tanítvány végül egy külön portrét készített a Jézus melletti alakról, Leonardo utolsó vacsoráján. Megint csak arról van szó, amit már ezelőtt is láttunk. Ugyanaz a haj, vízesésként leomló gyönyörű göndörhaj, csodálatos vonások, ez biztosan nem férfi. Ha Leonardo tényleg olyasmit tudott Mária Magdolnáról, amit a legtöbben nem, kitől származik ez az információ? A Da Vinci Kód című regény szerint valakitől, aki egy olyan titkos társaság tagja volt, amelyben a generációról generációra hagyományozták a veszélyes tudást. Az 1960-as évek elején egy ismeretlen származású, többoldalas dokumentumot találtak a francia nemzeti könyvtár raktárának mélyén, titkos dosszié, Le dossier secret néven. A dokumentum többször is utal egy úgynevezett Sior rendre, és a Sior rend nagymestereinek évszázadokat felülelő névsorára. A nevek között találjuk a nyugati világ néhány legismertebb művészét és gondolkodóját, Isaac Newtont, Botticellit. A nevek között ott van Leonardo da Vinci-é is. Carlo Pedretti megörült, mert keveset tudunk Leonardo utolsó éveiről, azt leszámítva, hogy Franciaországban telepedett le. Pedretti bizonyítékot keresett arra, hogy Leonardo a titkos Siorrendhez tartozott. Rábukkantam néhány kapcsolódási pontra, amelyek nem lehettek kitalációk. Ezeknek akartam utána járni, de elakadtam. Ma is folytatja a keresést. A könyvében arról ír, hogy Leonardo da Vinci egy olyan titkos társasághoz tartozott, amelynek tagjai tudták, hogy Mária Magdolna Jézus felesége volt. Úgy van. Továbbá, hogy Mária Magdolna talán szült egy gyermeket, aki egy új vérvonal kezdete lett. Pontosan. Honnan jött ez az ötlet? Az anyaggyűjtés során talált rá az elméletre? Az információ már jó ideje ismert. Sok könyvet írtak már erről, a Sion rendel és a Meroving királyokkal kapcsolatos elméletről. Elhatároztuk, hogy megvizsgáljuk azokat a forrásokat és könyveket, amelyekre Brown támaszkodott, és rájöttünk, hogy sehol sem található sem a gyermek létezésére, sem a vérvonalra vonatkozó, hitelt érdemlő dokumentum. Vannak azonban olyan legendák,
amelyekben felismerhetők a Braun regényben előforduló gondolatok, miszerint Mária Magdolna valóban elmenekült Jeruzsálemből Jézus keresztre feszítése után, és Provence-ba került a mai Franciaország déli partjainál. Úgy vélem, hogy a veszélyeztetettsége miatt, mint hogy anya volt, a családja és a barátok számára fontos volt, hogy továbbra is rejtegessék őt. Szerintem ők vitték el Jeruzsálemből. Egy biztonságot adó helyre vitték. És itt jönnek be a legendák, amelyek szerint a megtorlás elől menekülők ezen az evező nélküli kis csónakon megjelennek a galpartoknál, és magukkal hozzák a Szent Grált. Margaret Starbird több könyvet is írt, azt a francia legendát részletezve, amely szerint Mária Magdolna és Lázár, annak Márta testvére és a szűz két rokona együtt szállt partra, valahol ennek a városnak a közelében, amelyet ma az ő tiszteletükre a tenger Szent Máriának, Le Saint-Marie de la Mer-nek neveznek. Mit tudott meg Mária Magdolna legendájáról Dél-Franciaországban? Ezen a helyen a történet nagyon szilárd alapokon nyugszik. Mindenki lényegében ugyanúgy meséli, azaz Mária Magdolna egy gyermekkel Dél-Galliába utazott, ahol felnevelte lányát, Sárát. Mi azonban senkitől sem hallottuk ezt a változatot, amikor Saint-Marie de la Mer-ben jártunk. Azt mondták el, hogy amikor a Máriák és Lázár megérkeztek, valóban volt velük egy sötétbőrű kislány, akinek a neve Sára volt. Senkitől sem hallottuk, hogy Mária Magdolna lánya lett volna. Állítólag 10 éves volt, ma Szent Sárának nevezik. A romák különösen tisztelik, és történetének legjobb ismerőinek tartják magukat. A romák sem gondolják, hogy Sára Mária Magdolna lánya lett volna, vagy Jézusé. Micsoda szentségtörés! Nem szép ilyen dolgokat állítani Jézusról. Jézus soha senkit sem vett feleségül. Szent Sára pedig egyiptomi volt, egy egyiptomi szolgáló. Bár nagyon kevés bizonyítékát találtuk annak, hogy Mária Magdolnának gyermeke lett volna, nagyon sok anyagot gyűjtöttünk arról, hogy maga Mária Magdolna Galliába jött. Az egyik történet idehozott bennünket a Languedoc nevű területre. A rejtélyes Szent Grálról szóló legendákról van szó. A grál fogalma egyé vált azzal a pohárral, amelyet Jézus használt az utolsó vacsora során. Később pedig a keresztnél ebben fogták fel a vérét. A keresztre feszítés után kicsempészték a Szentföldről, és századokig rejtegették Európában. Azt a feltevést jöttünk ide ellenőrizni, amely szerint a Jézus vérének felfogására szolgáló edényt valóban Franciaországban rejtegették. Az azonban egyáltalán nem pohár volt. A legelső legendák arról szólnak, hogy Mária Magdolna Galliába vitte a Szent Grált. Ezekben a legendákban és történetekben a lovagok fénylő páncélzatban járnak fels alá Európában a Szent Grált keresve. A Szent Grál az a szent edény, amely egykor Jézus vérét tartalmazta. Ön szerint a Szent Grál maga... Meggyőződésem, hogy a szent edény, amely valaha Krisztus vérét tartalmazta, maga Mária Magdolna volt. Edény a gyermeke, edény a család számára. Ön szerint a Szent Grál maga Mária Magdolna? Igen. Honnan származik az ötlet? Meg kell mondanom, hogy minden, amiről írnak és beszélnek, többé-kevésbé az én munkámon alapul. Henry Lincoln azoknak a könyveknek a szerzője, amelyek egyik fő forrásául szolgáltak a Da Vinci kódban olvasható történethez. A feltevés, amit előadtunk, az volt, hogy Mária Magdolna, Jézus felesége, amikor Galliába jött, magával hozta a Szent Grált is. A Szent Grál nem volt más, mint a méhe, Jézus vérének továbblivője. Ez az, amit ön hisz. Nem. Én nem hiszek, és nem is kételkedem semmiben. Ez egy feltevés. 1980-ban Lincoln és két kollégája írtak egy könyvet, amelyben összefűzték a Mária Magdolnával kapcsolatos történeteket, kiegészítve a francia legendárium és történelem egyes részleteivel.
Azzal a történettel álltak elő, hogy Mária Magdolna nem csupán Jézus felesége volt, de leszármazottai azokkal a frank királyokkal léptek házasságra, akik a sötét időkben a frank birodalom ezer részét uralták, a Meroving dinasztiával. A Merovingoknak van egy nagyon furcsa történetük, saját származásukat illetően. Első királyuknak, Merovingnek az anyját egy tengeri lény, egy hal termékenyítette meg. Márpedig az egyik legrégibb Jézus szimbólum a hal volt. Megpróbálom összefoglalni. Jó. Az első Merovin királynőt egy tengeri lény termékenyítette meg. Egy hal, amiről ön feltételezi, hogy Jézust szimbolizálhatta. Ezek szerint a Merovin vérvonal képviselői Jézus leszármazottai lennének. Legalább egy szempontból igaza van. Jézus legelső szimbóluma természetesen ez a halábrázolás volt. Vajon az egész dél-franciaországi Jézus vérvonal elmélet csupán ezen nyugszik? A Sion rendet pedig arra alapították, hogy vigyázzon a királyi vérvonal leszármazottaira, a Meroving vérvonalra, amely... Gyönyörű! Nagyon szép volt. Ezzel kész. Ennyi? Mindent tud. Lincoln arra a következtetésre jutott, hogy a Sion rendet a Jézusi vérvonalból származó itt élő nemesek alapították. Úgy véli, hogy egy katonai szervezetet is létrehoztak maguknak, a középkori keresztes hadjáratok templomos lovagjait. Ennek jegyeit megtalálhatjuk a híres romantikus középkori francia történetekben, amelyeket ma az Arthur király és a Szent Grál legendáiként ismerünk. Ha ez a történet valóban igaz, akkor hol vannak Jézus és Mária Magdolna leszármazottai most? Mi lett a Grál családdal? A Da Vinci kódban a regényíró kiválaszt egy családot, amelynek neve szintén előfordul a dossziéban, a Sinclair családot. Hosszas kutatás után sikerült megtalálnunk két Londonban élő skót férfit, akik a Sinclair család egy ágának tartják magukat, Sinclairéket. Hogyan reagált arra, amikor megtudta, hogy önt Jézus és Mária Magdolna egyik leszármazottjaként emlegetik? Ez semmiféle hatást nem gyakorolt rám. Nem érzi magát? Természetesen nem is próbálkoztam meg használt glóriát keríteni magamnak, ha erre gondol. A két Sinclair szerint az egyház megpróbálta Mária Magdolna jelentőségét megnyírbálni. Azzal kapcsolatosan, hogy családjuk egyenes leszármazottja-e Jézusnak és Mária Magdolnának, Nathan Sinclair unokatestvére Andrew már sokkal nagyobb kétségeket táplál. Arra nincs bizonyítékunk, hogy a miénk Mária Magdolna és Jézus vérvonala lenne. Ezután úgy éreztük, hogy a Mária Magdolnát Európában övező legendákat alaposan kimerítettük, és elgondolkodtató, de halvány, közvetett bizonyítékokat találtunk. Maradt azonban még egy hely, amelyet feltétlenül meg kellett látogatnunk. A keresztény Bibliából látható, hogy jókora lyukak tátonganak Jézus élettörténetének szövevényében. Az egyház négy evangéliumot választott ki az Új Testamentumban Jézus életének elmesélésére. Vannak más írások is róla, amelyek azonban annyira vitatottak voltak, hogy az egyház megsemmisítette őket. Mindet egy Egyiptomban fennmaradt sorozat kivételével, amelyet 50 évvel ezelőtt találtak meg. A Nag Hammadi tekercsek lényegében alternatív módon mesélik el Jézus és Mária Magdolna korának történetét. Az egyház az idők folyamán jól összehangoltan igyekezett ezeket az iratokat összegyűjteni és megsemmisíteni. A történészek véleménye szerint ezeket az okmányokat eredetileg egy közeli kolostorból való szerzetes rejtette el a 4. században. Az alexandriai püspök ugyanekkor rendelt el a megsemmisítésüket. A történészek felteszik a kérdést. Vajon miféle egetrengető információt tartalmazhattak ezek a dokumentumok, hogy az egyház ilyen összehangoltan igyekezett megsemmisíteni őket? Az írásoknak különféle nevei vannak. Tamás evangéliuma, az igazság evangéliuma, Fülöp evangéliuma. Egy külön fellel töredék elnevezése Mária Magdolna evangéliuma. Néha gnosztikus evangéliumok néven emlegetik őket. A gnosztikus tudással kapcsolatosat jelent. Akik írták, Jézus alapos ismeretéről tettek tanúbizonyságot. Ezekben az iratokban van utalás arra, hogy Jézus és Mária Magdolna férj és feleség voltak?
Van itt egy sor, amely világosan azt mondja, hogy Mária Magdolna Jézus kedvence volt, aki gyakran szájon csókolta őt. Vagy valami hasonlót, a Pergamen ugyanis hiányos. Fülöp evangéliumában Jézus gyakorta megcsókolja Mária Magdolna. Itt egy lyuk van a szövegben, ahová beilleszthetjük a száját, lábát, arcát vagy homlokát. Bármiét is csókolgatja, a többi tanítvány mindenképpen féltékeny lesz. Az, hogy Jézus szexuális értelemben szereti Mária Magdolnát, lehetséges értelmezése a szövegnek. Pégl szerint a csókolgatás leírása szimbolikus jelentésű. Arra van bizonyíték, hogy Mária Magdolnát erőteljes alakként ábrázolják. Mária Magdolna evangéliumában Jézus leghívebb követői, köztük Péter, András és Mária, a keresztre feszítés után együtt ülve beszélgetnek. Péter megkéri Mária Magdolnát, hogy mondja el a tanítványoknak, amit a megváltó elmondott neki, de ők nem tudnak róla. Megdöbbenésére Magdolna így válaszol. Péter, te nem csak azt hallod meg, amit nem tudsz, hanem azt is, amit eltitkolt előled. Ekkor mesélni kezdi, hogy egy látomásban megjelent neki az Úr, és szólott hozzá. András így tiltakozik. Nem tudom, hogy a többiek hogyan vélekednek erről, de én ezeket nem hiszem el, mert nagyon furcsának tűnnek. Péter is csatlakozik. Biztos, hogy Jézus nem szerethetett egy nőt jobban nálunk. Ekkor Magdolna elsírja magát. Mindig azt kívánom, bár ne tenné, de sír. És azt kérdezi, Péter, azt hiszitek, mindezt csak kitaláltam? A kutatók szerint a gnosztikus evangéliumok legalább egy évszázaddal Jézus halála után keletkeztek, így nem várhatunk tőlük pontos információt. Nézzük az apokrif iratok kevésbé romantikus vonatkozásait, amelyek Jézus gyermekkoráról beszélnek. Tudja, milyen volt Jézus gyermekkorában? Kis agyagdarabokat vett magához, amelyeket madarakká változtatott. Máskor agyonütötte a játszótársait, ha nála több pontot értek el az ugróiskolában. Másként kifejezve és idézőjelbe téve, isteni képességeit használta. Ez áll bennük? Pontosan erről van szó. Ugyanabban az írásműben sok butaság is van Jézusról, a rossz csont Jézusról. Az isteni hatalmát használja játszópajtásai megfélemlítésére és legyőzésére. Mindegyik evangélium egy nagyobb kép része, és senki sem mondhatja szerintem, hogy ebben vagy ebben az evangéliumban hiszek. A dolog természeténél fogva, a szájhagyomány útján terjedő történetek sohasem teljesek vagy pontosak. Mindegyik egy kirakójáték fontos része, amelyből már több darabunk van, és kezd a kép összeállni. Minél több darabot rakunk egymás mellé, annál tisztábban látjuk, ki is volt Mária Magdolna. Ahogy már volt róla szó, Brownnak igaza volt abban, hogy az akkori egyház bizonyos kéziratokat elhallgatott. A kutatók egyetértenek abban, hogy a kereszténység első századaiban több radikálisan eltérő szemlélettel rendelkező csoport is kereszténynek vallotta magát. Tudjuk, hogy a kezdeti társadalmakban több tucat írás forgott közkézen, nem négy evangélium, hanem sokkal több. Az egyház pedig betiltotta azokat az evangéliumokat, azaz vallásos írásokat, amelyek nem feleltek meg az úgynevezett ortodox doktrináknak. Még 350 évvel Jézus halála után is bűnnek számított az, ha valaki nem az egyházi hitvallás által lefektetett, az uralkodó és a püspökök által elfogadott tételeknek megfelelően volt keresztény. Akárcsak manapság, a kereszténység hajnalán a vallás és politika összefonódott, a hatalmon lévők pedig arra használták, hogy azt tehessék, amit az Isten akaratának véltek. Az olyan könyveket, mint Mária Magdolna evangéliuma, Tamás evangéliuma, Fülöp evangéliuma és hasonlók elégették és megsemmisítették, csak nem egy szálig. Egyik kutató sem állította azonban, hogy ezeket az evangéliumokat az egyház azért tiltotta be, mert tartalmazták a titkot Jézus és Mária Magdolna házasságáról. Az igazság sokkal bonyolultabb, teológiai alapelveket érintő.
Ezeket az anyagokat azért tiltották be az akkori egyházi vezetők máig érvényesen, mert olyan írásokról van szó, amelyek az egyházi hatóságok megítélése szerint károsak a gyülekezeteik számára. A gnosztikus evangéliumok elveszítették a kereszténységért vívott csatát. Az Egyiptomból származó lehető legkülönfélébb szövegek felfedezése ráébresztett bennünket, mennyire sokrétű is volt a korai kereszt. Megállapíthatjuk, hogy bár ezek a szakemberek nem értenek egyet Dan Brown következtetésével, hogy az úgynevezett gnosztikus evangéliumok szerint Jézus és Mária Magdolna házasok voltak, azt elfogadják, hogy Magdolna fontos szerephez jut bennük. Mária evangéliumában Mária Magdolna szerepe fontosabb, mint az Új Testamentumban lévőkben. Az a felfogás, hogy Jézus és Mária Magdolna kapcsolata különleges volt, nagyon régi. Ez volt az egyik dolog, amit az Egyiptomban felfedezett újiratokból is láttunk. Ott nevezik Jézus legszeretettebb asszonyának, valamint legkedveltebb tanítványának. Még a gnosztikus evangéliumoktól független forrásból is tudjuk, hogy a Jézus halálát követő néhány században számos akkori egyházi vezető, mint férfiak, nagy megbecsülést tanúsítottak Mária Magdolna iránt. Nem szükséges egészen a gnosztikus evangéliumokig elmennünk ahhoz, hogy lássuk, Magdolnát nagyra tartották, és hitéért dicsőítették. A kereszténység kezdetén egy pap az apostolok apostolaként szólt róla, egy másik a hit tornyaként. Visszatérnék oda, ahol kezdtem. Kissé makacs vagyok. Mária Magdolna fontossága már az általunk ismert Új Testamentumból is egyértelműen látszik. Ahhoz, hogy beilleszthessük Mária Magdolnát a kereszténységen belül az őt megillető fontos helyre, nem találhatunk jobb indokot, mint hogy ő volt a feltámadás első számú tanúja. Jézus három alkalommal jelent meg neki, ami pedig Péter elé helyezi őt. Több kutató azonban arra is felhívta a figyelmünket, hogy Mária Magdolna fontossága egyre csökken az egyházi írásokban, majd helyét átveszi Mária, Jézus anyja. Mi történt? Az egyik magyarázat szerint a nők szerepével kapcsolatosan az egyházon belül folyó hatalmi harc áldozata lett. 100 évvel Jézus halála után egy dél-franciaországi püspök felháborodottan ír arról, hogy vannak csoportok, amelyek megengedik a nők részvételét az urbacsora osztásnál. Itt egy csata folyik, és a második századból származó szövegeinkben ez fekete-fehéren kiolvasható. Mária Magdolna egyértelműen kivételezett. Minden férfi dominanciájú társadalomra nézve ez természetesen veszélyt jelent, hiszen itt van még a nők vonzó és tetszetős lénye, gonosz csábítók. Vagy az éleslátáshoz vezető út tudói? Közeledjünk hozzájuk, vagy tartsuk magunkat távol tőlük? Roppant feszültséget hordozó kérdések. A 150-200-as években megfigyelhető, hogy a nőket módszeresen eltávolítják minden funkcióból, ahol láthatók lennének, ahol véleményt mondhatnának, ahol hatalmi szerephez jutnának. A nők kiszorítására irányuló erőfeszítés lehet az oka, hogy Mária Magdolna jelentősége az évek folyamán csökkent. Felteszem, hogy ennek szándékossága igen valószínű. Az, hogy könnyűvérű nőnek állítják be, nagyon hatékony módszer annak megcáfolására, hogy egy rendkívül tiszteletre méltó apostol és tanító lenne. Történészként nem igazán mondhatjuk meg, hogy az embereknek milyen késztetéseik lehettek. Amit tehetünk, az a következmények vizsgálata. Az eredmény a nők hatalmának aláaknázása volt az egyházon belül. Történelemkönyveinket a győztesek írták. Azok a csoportok vagy egyének, amelyek győzedelmeskedtek és így életben maradtak. Egészen kisgyermekkorunk óta minden képen, minden ólomüveg ablakon ott látjuk Jézust, amint fehér lepelben, hosszú hajjal és szakállasan ott áll, egyedül. Tisztes távolságban 12 férfi veszi körül szerényen. Mekkora változást jelentene, ha a Jézusról bennünk élő képről nem hiányozhatna Jézus felesége és körülöttük a gyerekek? Mekkora lenne a különbség? Akkor természetesen újra kellene nyitni a vitát arról, hogy mi az egyház véleménye a szexualitásról.
A kereszténységnek nagyon egészségtelen a szexuális élethez való viszonya. Ha Jézus nős lett volna, látja, ezt a lehetőséget sem vetem el. Ha meggyőző bizonyítékunk lenne arra, hogy nős volt, sőt, családja is volt, akkor bizony kidobálhatnánk azt a rengeteg butaságot, ami a kisbetűs keresztény hagyományoknak oly sok évszázadon át része, azt, hogy a szex valahogy mégsem illendő. Mi volt az a pont, amit a könyv megírásával ilyen érzékenyen érintett? A hit élet rejtélyei, a Szent Grál vallásunk eredete. Ezek a témák mind mélyen beépültek szellemiségünk gyökereibe, az emberi lélek alapjaiba. Akár egyetértünk velük, akár nem. A téma, ami évszázadokon át tiltott volt, és amiről most mindenki beszél, adott. Ha csak Mária Magdolnáról, Jézusról és a szexualitásról beszélünk, akkor elsiklunk egy fontosabb, történelmileg fontosabb tény felett. 20 évszázaddal ezelőtt volt egy nagy vallási vezetőnk, a názáreti Jézus, aki az akkori társadalmi korlátokat áttörve egy nőt fogadott tanítványai és legközelebbi barátai közé, akinek nem az volt a dolga, hogy behozza a teát és kitakarítson a fiúk után. Éppen annyira volt apostol, utitárs, Jézus és evangéliumainak szószólója, mint akármelyik férfi. For Jesus and his gospel, as any of the men were. A vallást néha állandónak és változatlannak állítják be, amit vagy elfogadunk, vagy elvetünk. Az igazság azonban az, hogy a vallási hagyományok, így a keresztény hagyományok is rendkívül sokrétűek, számtalan lehetőséggel telítettek. Narrátor Agócs Judit, munkatársak Gáspár Brian, Rosamann Péter, Vigvári Ágnes, Derzsi Csilla, Bozi Barbara. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.